Hát, hogy mondjam, az a tipikus iszonyú rossz gyerek, aki úgy üvölt, hogy meghalok, meghalok, ne érj hozzám, meghalok, de segíts már. Testvér úgy szerintem kevésbé ismerem, mint az átlag testvérek egymást, viszont nagyon jó kapcsolatban vagyunk egymással. Gyakorlatilag kezdetektől együtt játszottunk. Igazából nem hiszem, hogy nagy képűségnek hangzana, hogy hiszem, hogy csomó oldalát csak én ismerem. 80%-ot mondtam, hogy annyira ismerem. 4 éve együtt vagyunk, és egy idő után már így ugye nagyon sokat is vagyunk együtt, a legjobb barátom is lett, tehát igazából, ha ilyenre gondolsz, akkor az lehet valószínűleg, tehát nálunk nincsenek ezek a klasszikus nemi szerepek, tehát senki nincs elnyomva, hanem inkább barátok is vagyunk most már. Változott, de nem sokat. Nagyon melegségű, szeretettel teli, nyugodt fiú, a gyereknek nem ilyen volt. Tehát ahhoz képest változott nagyon sokat, hogy ő rettenetesen rossz gyerek volt és elviselhetetlen, és szerintem most nem hinnéd el, hogy azt mondom róla, erről a visszahúzódó, komoly, jó fejsrácról, hogy ő kisgyerekként egy ilyen pszichopata volt. Egyébként én szerintem ő egy kicsit zárkózott. Megbecsülje barátait, és szerintem ő alapvetően egy nagyon jó ember. Rohadt őszinte, néha már bunkóságig. Az a furcsa tulajdonsága van, hogy ő soha nem feltételezi a rosszat az emberekről. Én szerintem őt nagyon mélyen érintik a világ dolgai, csak ezt sem mutatja ki, mint ahogy nagyon kevés dolgot. Nagyon kreatív, de iszonyú lusta. Lustább házi fajta, én szerintem. Én Garfield? Aki így elvári, hogy gondoskodjanak róla, féle cica. Milyen állat lenne? Nem tudom. Ez a majom jut eszembe, ez nem igaz, amitől kezdve ez volt. Ő majom, én nyúl. De gondolom, minden kisfiúnak volt, annak ilyen lampart is emlékei, ja, amikor, tehát szerintem neki ez hiányzik valahol. Teljes lelki harmóniában fel kell reggel, leül a fotelba és este 8-kor fel kell. Igen, gitározott is, meg klarinétozott elég sokáig. Nem régen mondta is, hogy szívesen csinálná. Fog csinálni 20 évvel, úristen. Mindkét, hát Németországba akar költözni. 15 év múlva szerintem valami szuperfilmeket fog gyártani. Szerintem az egy járhatatlan út, hogy 10 év múlva egy ilyen német virsli sütő kerti partin legyen, de egyébként én biztos vagyok benne, hogy most már ezek az autó iránti vágyakozása erősebb fog lenni egy idő után, mint ez a kamerázás, és én azt gondolom, hogy meg fogja próbálni a műszaki egyetemet is. Remélhetőleg gazdag mérnök ember lesz. Érzem. Én nem feltétlenül egy nagy filmstúdióval találnám meg a helyét, hanem egy ilyen nyugodt, békés, zöld környezetben. De hogyha erőt venne magán, és a lustaságból ki tudna lábalni, akkor elképesztően jó dolgokat tudna csinálni. Szívesen abba hagyta a dolgokat. Ez a filmezés, hál' Istennek, ez tetszik neki, és emellett nagyon kitart. Nem tudok példaképről. Spielberg. Legalábbis én eddig, amíg együtt vagyunk, nem sokat láttam Tamást olvasni, vagyis hát olvasni láttam sokat, de olyan különösebb érdeklődéssel nem, viszont legutóbb egészen belemélyedt egy Steven Spielberg életrajzba, és utána még esténként is így lefekvéssel, és sokszor mondta nekem, hogy és képzeld el, hogy és fiatalon is ezt csinált, és ezt, úgyhogy szerintem valószínűleg ő lehet az. Lélekben közel áll hozzá, mert ő is egy ilyen egyszerű fiatal srác volt annak idején, amikor elkezdte, valami ilyesmiket mondott, hogy ő csak jó filmeket akar csinálni. In fact, I think most of my film, Sugarland Express, certainly is a people movie first, before it's anything else. Szerintem Tamás is igazából csak ennyit akar kifejezni a filmében, hogy jó érzést átadni szépen. Azonos típusú filmeket szeretünk szerintem. Tőle vettem át például, hogy a háborús filmeket nagyon szeretem. Ilyen közlegény megmentése, levelek Iwo Jimáról. Nagyon szeretjük a jól megcsinált akciófilmeket. Politikája is leginkább ez a Hollywoodi, nagy Hollywoodi produkciós filmek.
This is where we fight! This is where they die! This be our destiny, and so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so. Obliteration! De nem beszéltünk sokat, sőt, nem is beszéltünk egymással a válásról, mint testvérek. Mindenki próbálta magában megoldani. Lecsendesedett utána nagyon sokáig. Szerintem, de tényleg nem. Tehát nem beszélt róla, meg nem üvöltözött, nem volt ilyen nagyobb megnyilvánulás. Az viszont látszott, hogy iszonyú szomorú. És egy hihetetlen dolog volt, hogy a 11 éves gyerek azt mondta az apjának, mikor megtudta, hogy mi történt, hogy 5 ember életét tette tönkre, és azt hiszed, hogy ehhez jogod van. Sőt, takarodj el innen a házunkból, és nem akarlak látni, és valóban 2 hónapig nem akarta látni az apját. Én szerintem néha békén kell őt hagyni. Nagyon élvezi, amikor vannak ilyen társasági események, csak olyan különösebben nincsenek ilyen hozzá nagyon közel álló személyek, akikkel rendszeresen eljárna, de szeret társaságban. De szerintem most sok mindenki nem veszi észre, hogy néha jól el van. Így szeretem. Bár szipog. Szipog? Látóan szipog. Szóltál már róla neki? Igen, de ez olyan volt, mint amikor így összetörnek az emberben egy ilyen képet, hogy a szüleim mondták nekem először, hogy te figyelj, a Tomás az itt nagyon sokat szipog. És addig nekem nem tűnt fel, és amióta mondják, állandóan figyelem. És azóta nagyon rossz. Régen egyáltalán nem zavart. Mondtam neki, de persze erről nem tehet. Úgyhogy. De akkor Tamás 14 éves volt, a barátnője meg 18, és egy kicsit mulatt is volt a hölgy. Nem szereti ezt a témát, úgyhogy ezt majd vágjuk ki.